elkezdtünk utazásunk utolsó napjához, ahol a csodálatos Dolomitokban fogunk felvételeket készíteni. A Dolomitokon belül is a választásunk Szekedára esett, ami egy nagyjából 4-5 órás utazásra van attól a helytől, ahol ez idáig voltunk. Vágjunk is bele a mai epizódba. A citrom mellett van napok után. Hagyd magad a citrom! Hogy érzed magad komán, te? Hagyd te! Egyén szarul vagyok. Elvettem az asztalt. Ez jó, nál már nézd meg, kezd ízni. Nem, az asztal, nem szereti az zoknikát. Na, a lényeget? Kérem szépen. A lényeg. Nem tudom, ragadjon a bélyeg. Faszán érzem magam. Kifejezetten faszán. De nem szabadna felvételeket készítened rólam, úgyhogy nincs belőle a hajam, vagy nincs rajtam sapka. Jaj. És ezt ki is mondta felvétel, az a baj. Szóval a kulcsmondatot, azt nem vetted fel az előbb. Rámondtam, hogy én nem tudok semmi fontosat mondani. Találtam egy érdekes témát, kora reggel. Jó étvágyat! Ezed a kis műzli? Aha. Így nem lettek jó a Dolomitokon? Hát ezt mesélj! Hogy érzed magad? Hát eszméletlen jól. Remek a társaság. Hihetetlen, hogy milyen csapattal dolgoztok együtt. Úgyhogy fantasztikus utazásunk van, amellett, hogy ti dolgoztok, mi remekül nyaralunk. János! Itt vagyok! Indulhat a banda, vagy mi van? Én tőlem mehetünk, Basikám, hát már mennyi az idő, nézzed meg 8 óra 4 perc, hallod? Hát hihetetlen. Éka, mikor kell te? 5 óra 45 perc. Oh. 1 másodperc. Ati, mikor hagyod tudni? Hát másfél perccel lefekvésünk. Jaj! Hallottátok? Peti, hogy érzed magad? Hogy érzed magad? Egyre kis vagyok. Ilyes vagy? Ja, megszültetem. Kicsit rákoztam. Buseltál? Álmom. Olyan podcastes a hangot. Most nem, mert ez van a számod egyébként, igen. Na, srácok, az van, hogy elérkezett az utolsó nap, és megfáradtan pakolunk, tudjunk La Speciába, és indulunk a Dolomitokhoz, Szekedára megyünk fel, bízunk benne, hogy ott is jó idő lesz, és felvonulva fel fogunk menni. Körülbelül egy olyan 4,5 óra hosszás út van előttünk, na, és utána csináljuk megint tök jó felvételeket, és utána indulunk haza éjszaka. Köszönöm, hogy egymász első cseppel. Hát és te? Meg fogunk dögleni. Szerencsét, hogy van felvonód. Attól még meg fogunk dögleni. Azt tuti. Mi van még elokomba? Big Mac rendben. Kinek kell mit tudtinál hátulról? Happy man, előtt létszik. Miért rázz bele a képembe? Vicceltem, csak vicceltem. Nem hisz, hogy annyira érdekel. 20 euró helyett 37 eurót fizettünk, az interneten 20 euró volt írva. Per fő, oda-vissza, és nem 17.30-kor jön le utoljára, hanem 16.30-kor. Ami egy óra mínusz. Legalább, viszont gyalog, 3-ra hossza az út, szóval azt nem vállaljuk be. Lefele. Enyhe halálfél a srácok. Ó, Jézus! Neked izét van? Szanyom van, igen. Nekem is egy picit. Vízszintesen a szemeket. Jézusom! Csak a szemeket nézd. Nem mondták, hogy ez olyan lesz, mint a hullámos. Gyerekek, ez a hely, ez valami eszméletlen. Hát most vagyunk itt először, de... Hát nézzétek meg! Jó, ezt még csinálj, tartsátok egy picit!
Billegjetek egy kicsit ebbe a lépésbe, jó fölfelé. Balázs, valami hozzáfűzni való? Hát most nincs, most idegállapotban vagyok. Hát valamit legalább mondja, hogy elkezdtük videózni. Most nagyon-nagyon kevés időnk van. Mindenki kapott egy 5-10 percet arra, hogy a sajátját meglője. Igazából ez nem sok mindenre elég, de sajnos nem tudunk hamarabb ideérni. És 16:30-kor ugye megy le a felvonó. És hát most drónoztunk egyet. És tulajdonképpen most... Nem sok esélyünk van mindent megcsinálni, amit szerettünk volna. Szóval most ebből kihozunk, amit lehet. Most éppen Gergőn a sor. Nagyon szép, gyönyörűen megfordul. Sétáljunk felfele egyet. Jó? Fogod a kezét. Olyat ne csinálj, Balázs, mert amúgy az para. Micsoda? Lemegy egy olyan, az fejbe basz valakit. Jó. Tudtok jönni? Szerintem igen. Szerintem melyek itt kívül? Aha, igen. Na, állj egy picit. Tényleg felemeled a csokrot kifelé, és kurvára örültek, egymásra néztek, és beleüvöltetek egymásnak az arcába, jó? Jó. Ha, mindezt háromra. 1, 2, 3. Óvatosan. Jó, egymást nézzük. Egy puszira bújjatok össze. Na, srácok, köszi, hogy velem tartottatok. Ennyi lett volna ez az olasz trip, mennünk kell vissza, mert indul a felvonó. Hát ha tetszett az utazás, akkor dobj egy lájkot, és iratkozz fel. Hú, bocsi, alig kapok levegőt. Köszi Csepinek a kameramenkedést, meg a stábnak, Gergőnek, Petinek. Nagyon jó kis pár napon vagyunk túl itt Olaszországban. Ez a hely meg gyönyörű. Találkozunk legközelebb, sziasztok, ciao. Csávókám, ott sétál. Ez amúgy elég messze van, nem adja vissza. És a felvonó 5 perc és megy le. Oké. Need 5 minutes, no guy. Jó, a félkor megy. Edi, hány kamerával jöttél? Mutasd el magad.
Jani, most akkor mi lesz? Hogy fogsz lejutni? Már elment az utcsó. Dajj ment el, ne szupassál!